szenteltetik ez a síremlék, a szent élek kegyelme és a szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Amen. A szabadság szerető ember szüntelenül szem előtt tartja, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan, és az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár neme, vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabadságát, méltóságát is veszélyezteti. Ezért az emberi szabadság minden korlátozása, és az emberi méltóság mindenféle megalázása ellen azonnal, együttesen, de ha az rögtön nem lehetséges, magában is fellép. Tisztelt emlékezők! Ma is időt állóak Bibó Istvánnak a szabadság szeretetéről évtizedekkel ezelőtt írott gondolatai. A szabadság szerető ember soha nem tűrheti annak semmiféle korlátozását. A másik ember méltóságát, szabadságátért bármilyen sérelem pedig egyúttal saját szabadságunk korlátozását is jelenti. A magyar nép mindig vágyott rá, és évszázadokon át küzdött a saját szabadságáért. Így aztán a történelem a magyarokat arra is megtanította, hogy idejében fel kell ismernünk a másik ember elleni támadást, gyűlöletet, rasszizmust. Mi azt is megtanultuk, hogy a rasszizmus nem természeti csapás, hanem emberek műve. Ezért mindenkinek át kell éreznie a saját személyes felelősségét. Ma mindannyian láthatjuk, a kisebbségek elleni gyűlölet erősödik egész Európában, és benne Magyarországon is. A helyzet nehéz. A gazdasági válság mélyen megrázta Európát, nőtt a kiábrándultság, a düh és a gyűlölet. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy világossá tegyük, bármiféle kirekesztés elfogadhatatlan és tűrhetetlen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A dolgok végül mindig leegyszerűsödnek. Leegyszerűsödnek jóra és rosszra. Amikor a jó emberek akarata érvényesül itt Magyarországon, akkor a magyarok és a nem magyarok békében és sikerekben gazdagon élnek együtt, és ha szükség volt rá, a magyar állam megvédte minden polgárát. Tudatában vagyunk annak, hogy voltak a történelemben rossz kezdeményezések, rossz magyar döntések, akik súlyos bűnöket követtek el. Mindennek fényében a mi válaszunk az erősödő európai gyűlöletre nem a vallási és erkölcsi gyökereink feladása, épp ellenkezőleg. A jó keresztények példájának és hagyományának felidézése és felerősítése. Ezért alaptörvényünk valódi védelmet, valódi biztonságot, igazi és teljes emberi méltóságot, személyes és közösségi méltóságot ad a velünk élő minden kisebbségnek. A ma hazánkban élő generáció a szabadság harcosok nemzedéke. Fiatalkorunkban ezért döntöttük le a kommunizmust, azért szereztük vissza hazánk függetlenségét, hogy itt is mindenki szabadon élhessen. Mi tudjuk, nincs szabadság emberi méltóság nélkül. Ezért a mi nemzedékünk nem fogja eltűrni, hogy hazánkban bárkit származása vagy vallása miatt emberi méltóságában megsértsenek, és ezzel megtapossák a szabadságot, amiért együtt küzdöttünk. Nem történhet meg többé az, amely sajnos 5 évvel ezelőtt itt Nagycsécsen és máshol is megtörtént. Elutasítjuk az erőszak minden formáját, és fejet hajtunk a támadássorozat áldozatainak emléke előtt. Tisztelt emlékező közönség! Közös vágyunk és célunk, programunk, hogy a magyarországi cigányok megtalálják helyüket a magyar jövőben. Ahhoz persze, hogy megtaláljuk a helyüket a magyar jövőben, tudnunk kell, hogy milyen is az a magyar jövő, amiben az ő számukra is van, és lesz is hely. Ezért emlékeztessük magunkat az alapvetésekre. 2010-ben azért alakult meg kormányunk, hogy erős országot építsünk, olyan országot, amelyben mindenki megtalálhatja boldogulását és sikeresnek érezheti magát. Amikor arról beszélünk, hogy a magyarok sikeresek lehessenek a 21. században,
akkor abba beleértünk mindenkit, beleértjük a magyarországi cigányságot is. Mert lehet és kell együtt élni ebben az országban. El kell fogadnunk, hogy bizony tartós együttélésre rendezkedünk be, és éppen ezért a roma integráció mindannyiunk számára közös érdek. Persze ennek a megismerése és elfogadása nem megy könnyen, és ez kölcsönös megismerést jelent. Mi megismerjük a magyarországi cigányok kultúráját és történelmét, és ők is, önök is megismerik a magyar kultúrát. Minden gyermek egyaránt számít, minden megszületendő és megszületett gyermek, és a legnagyobb segítség azoknak kell a felemelkedéshez, akik a legnyomorúságosabb körülmények között növekednek fel. A szegénységben élő gyermekeknek több mint a fele ma Magyarországon cigány származású. Ezért olyan fontosak a már működő gyermekszegénységet csökkentő, felzárkóztató ösztöndíjprogramok. A szociális földprogramok ahhoz nyújtanak segítséget, hogy együtt műveljük a földet abban a faluban, azon a településen, ahol romák is élnek. A közfoglalkoztatás pedig az egyik talán legfontosabb előrelépés, hiszen ennek segítségével sok ezer roma származású ember dolgozhat, és így a felzárkózás politikájának hathatós eredményei lehetnek. Ne legyenek kétségeink, Magyarország jövője múlik azon, hogy sikerül-e a roma integrációt megvalósítani. Akinek van emberi méltósága, és az mindannyiunknak van, annak van emberi felelőssége is. Törvény előtt egyenlőek vagyunk, ez azt jelenti, hogy a magyar államnak mindenkit meg kell védenie, akit fenyegetnek, bárkit fenyeget, legyen az cigány, vagy legyen az nem cigány. És mindenkit meg kell büntetni, aki másokat fenyeget és erőszakkal bánt. Van verbális agresszió is, azt sem tűrhetjük, a szóbeli hangulatkeltést, a gyűlöletkeltést és a gyűlöletbeszédet sem. Mindegy, hogy cigány, vagy nem cigány, vagy magyar az elkövető. Támogatni, segíteni kell azokat, akik nagyon mélyen vannak, de akarnak. Tőlük pedig azt várjuk, hogy fogadják el a feléjük nyújtott segítő kezet. A békés, együttműködő, tenni akaró és tudó Magyarország a jövő, a közös jövőnk. Ez a gondolat vezérelje mindannyiunkat a hétköznapjaink során. Köszönöm szépen. Tisztelt gyászolók, tisztelt emlékezők! Isten talán megbocsátja, ami történt. Az áldozatok, az életben maradottak, akik tanúi voltak, talán megnyugvást találnak abban, hogy megszületett egy ítélet, de a következményekkel, azokkal nekünk kell együtt élnünk. A következményekkel nekünk kell együtt élnünk, és ezen körülmények között talán az a legnagyobb kihívás, azzal kell szembenéznünk, amit Csóri Sándor úgy hívott, hogy minden tehetetlenség megtalálja a maga mentségeit. 2010-ben azzal találkoztunk, azzal szembesültünk, hogy mindenre volt magyarázat, hogy miért nem sikerült, miért történhetett meg dolog. Viszont nem történtek olyan lépések, nem történt meg az az őszinte beszéd, az az őszinte szembenézés mindazokkal a kérdésekkel, amelyek 2008-2009-ben 9 helyszínen 6 halálos áldozatot hagytak maguk után. A gyűlölet ölt, itt Nagycsécsen ölt először, az a gyűlölet, amely megmagyarázhatatlan, felfoghatatlan és semmivel sem igazolható. Csóri Sándor gondolatai arra oktatnak és arra figyelmeztetnek minket, hogy folyamatosan törődnünk kell azzal, amivel szembesülünk, azzal, amit maga után hagytak ezek az események. Nem pihenhetünk, mindenkire felelősséget ró. Mindenkire felelősséget ró. Mindaz, ami 2008-2009-ben történt. Megvannak az elkövetők, legalábbis nagy részük. Ma már tudjuk, hogy milyen indokokkal tették mindazt, amit tettek. És ma már tudjuk, hogy kik milyen hibákat vétettek. Milyen hibát vétett az állam, milyen hibát vétettek a közösségek, hogyan fordulhatott elő az, hogy a szélsőségek kerekedhettek felül, és a szélsőség kínált olyan megoldást, amely semmilyen civilizált államban nem elfogadható. A mi felelősségünk az, 5 évvel a történtek után, hogy soha se hagyjuk elenyészni az emlékét mindannak, ami történt, az emlékeit
az emlékeiket azoknak, akik meghaltak, akik megsérültek, és egyúttal gondoskodjunk arról, hogy a tehetetlenség ne legyen úrrá rajtunk. A tehetetlenség ellen az összefogás, az együttműködés a legjobb gyógyír. El kell utasítanunk minden olyan szélsőséget, amely egyszerű megoldást ajánl. Ugyanis nincsenek egyszerű megoldások. Tartós, huzamos és szisztematikus munkával lehet megteremteni azokat a feltételeket és azokat az eredményeket, amelyről Tálai államtitkár úr is szólt. Míg 3 és fél évvel ezelőtt azzal a szándékkal kezdtünk a kormányzásnak, és úgy kezdtünk neki az elvégzendő munkának, hogy a tehetetlenséget kerüljük el. Kinyújtott kézzel, kinyújtott jobbal fordultunk a cigányság felé. Mi nem egyszerűen áldozatot, és semmiképpen sem bűnöst látunk bennük, hiába vannak közöttünk most is azok, akik ezt szajkózzák, hanem partnert látunk bennük, olyan társakat, akikkel együttműködve ezekre a kérdésekre jó választ tudunk adni. Arra kérem önöket, hogy itt Nagycsécsen, minden olyan területen, ahol cigány és nem cigány magyarok együtt élnek, együtt gondolkodnak az ország jövőjéről, ezen felelősség, a tehetetlenség elkerülésének felelősségével gondolkodva emlékezzünk a halottakra, és tervezzük az ország jövőjét. Köszönöm szépen!